Sziasztok, én Vigarnod vagyok, és ez ismét a Mix Factor TV. Már is egy rakás kérdéssel bombáztatok, és azt gondoltam, hogy érdemes lenne egy olyan videót csinálni, ahol ezekre a kérdésekre válaszolok. Nem is mennék bele semmi specifikus témába, hanem egyszerűen csak a kérdéseiteket felolvasom, és azokra válaszolnék. Az egyes számú kérdés, csak hogy valamilyen tematikai sorrendet állítsunk fel, hogyha egy kezdőnek tanácsolnál valamit stúdióépítés előtt, mi lenne az? Én azt gondolom, hogy a leges legfontosabb, hogy az ember a körülményeit megvizsgálja, és végig gondolja, hogy meg tudja valósítani, a, a stúdió akusztika kiépítését. Tehát, hogy van-e egy olyan helyiség, ahol kifejezetten te egy nagyon jó akusztikájú stúdiót meg tudsz építeni, ez kardinális kérdés szerintem már csak azért is, mert magával vonza a következő befektetéseidet. Hogyha esetleg valamilyen oknál fogva nem tudod létrehozni azt, hogy egy, egy akusztikailag kellően kezelt helyben helyen tudjál dolgozni, esetleg egy olyan ö, nappaliba vagy kénytelen dolgozni, ahol nem lehetséges az szülők, Párod, család, akármi miatt, az, hogy te kialakíts magadnak egy ilyen kis kuckót, akkor nyilván nagyon fontos meghozni azt a nem biztos, hogy kompromisszumot, ez, ez megint csak megszokás kérdése, hogy akkor teljesen engedd el azt, hogy te akusztikát építesz ne is vegyél hangfalat, hanem kifejezetten fejhallgatóval kezdj el dolgozni. Rengeteg nagyon-nagyon-nagyon jó szoftver létezik már, ami segíti a munkádat, hogy fejhallgatóba is kiváló mixet tudj megcsinálni. Én azt gondolom, hogy első lépésként ez az a döntés, amit meg kell hoznod, hogy te hangfallal fogsz -e dolgozni, vagy fejhallgatóval fogsz dolgozni. Egy korábbi videóban erről beszéltem is, egyébként érdemes egy kicsit visszátekerni az előző videókra. Szóval, ha meghoztad azt a döntést, hogy te hangfallal akarsz dolgozni, akkor nagyon, -nagyon nagyon fontos megértened, hogy teljesen mindegy, hogy milyen drága, vagy milyen olcsó hangfalat fogsz vásárolni, nagyban, 50%-ban minimum meghatározza a hangfaladnak a hangképét, hogy milyen térben szól, hogy ez a tér visszhangos tére, visszaverődik-e a falról, búge -e a szoba bármilyen módon. Szóval egy kezeletlen szobába, egy nem jó akusztikájú szobába vehetsz te sok millió dolláros hangfalat, az akkor sem fog tudni ott jól szólni, és az ellentetje is igaz. Egy közepes, egy olcsóbb hangfal kezdetben teljesen megteszi, nagyon-nagyon fontos, hogy akusztikailag megold azokat a problémákat, amik befolyásolhatják a hangfaladnak a hangját. A videó alatt kiteszek egy linket, volt egy nagyon nagy segítségem, Forgács József, aki ennek a stúdiónak az akusztikáját kivitelezte. összedugtuk a fejünket, megbeszéltük, hogy mit hogyan szeretnék, mit hogyan szeretnék hallani, hova képzelek elemet, és milyen elemre lenne szükség ebben a stúdióban. Úgyhogy ő volt a segítségemre, a videó alatt megtaláljátok hozzá a linket. A következő kérdés az az, hogy én 44,1 khz vagy 48 khz dolgozom, itt ugye a mintavételezési frekvenciáról van szó. Én azt gondolom, hogy a 44,1 egy kicsit idejét múlt dolog már csak azért is, mert ez kifejezetten a CD gyártáshoz és a CD gyártás technológiájához kapcsolódó Felbontás, ma már sokkal inkább az esetek 90%-ában arra fókuszálunk, hogy ez különböző streaming oldalakon meg fog jelenni. Már nem feltétlenül van szükség a 44,1-re. A 48 kHz az, ami nálam default alapértelmezett. Oké, okay, 48 kHz-ből az ember egy kis kompromisszummal konvertál, esetleg 44,1 kHz-es verziókat, hogyha esetleg CD-n meg, mégis megjelenne az anyag. De még egyszer mondom, hogy a világ. Teljesen elfordult abba az irányba, hogy javarészt streaming platformokon hallgatunk zenét, legyen az YouTube, legyen a Spotify, legyen a Style, úgyhogy alapvetően a 48 kHz, ami most már nemzetközi sztenderdé vált, semmi okotok 44,1-ben dolgozni többé. Következő kérdés az az, hogy mi alapján döntöd el, hogy egy plugin szoftvert megveszel-e, és mik a szempontok? Miután saját stúdióépítésbe kezdtem, e már csak a, a, a párom miatt is meg kellett hoznom néhány nagyon-nagyon-nagyon fontos szabályt saját magamnak. Ő segített rávilágítani, hogy bármit vásárolok, először gondoljam át. Egyrészt, van-e bármi olyan dolog a birtokomban, ami azt a dolgot, amit az a szoftver, plugin, instrument, bármi, akármi csinál, tehát létezik-e már olyan a parkomban, ami ilyesmit csinál, vagy ezt meg tudja csinálni? Túrjátok fel az összes plugin és nézzétek meg, hogy biztos nincs -e olyan EQ kompresszor, zengető, akármi, ami azt a dolgot megcsinálja. Én is elkövetem néha azt a hibát. Olyan mennyiségben van már plugin, hogy nem is emlékszem rá, hogy mi az, ami van az arzenába. Úgyhogy tessék először átnézni, hogy biztosan nincs -e olyan készülék, legyen az toffer vagy vas, ami azt a dolgot meg tudja csinálni. Kettő, gyorsabban fogsz-e vele dolgozni, hogyha azt beszerzed. Három pedig, hogy jobb minőségben fogsz -e tudni dolgozni, ha azt a dolgot beszerzed. Ha ezt a három dolgot átgondolod, akkor még vásárlás előtt eldönteted, hogy ez csak egy hóbort, gyűjtőszenvedély szenvedély, vagy valóban szükséged van arra a dologra, bármi is legyen az. Úgyhogy én így döntök. Érkezett egy olyan kérdés, ami már egy kicsit expertebb, haladóbb dolog, hogy mennyire kell figyelni a fázis problémákra és ezeket hogyan lehet kiszűrni. Fázis probléma nagyon-nagyon fontos, hogy csak akkor tud kialakulni, hogyha két sávot, két jelet eresztesz össze. Például mik lehetnek ezek? Egy akusztikus gitárt két mikrofonnal veszek fel. Egy dobra ahány dobtest van, annyi dob mikrofon tettem rá, mindegyik mikrofon hallja a másik dobtestet, nyilván a pergő mikrofonjában benne lesz a tam, a tam mikrofonjában benne lesz a pergő, tehát lényegében az összes dob mikrofon hallja az összes dobtestet. Az ilyen szituációkban elképzelhető az, hogy, hogy fázis probléma alakul ki. Mi a fázis probléma egyáltalán? Miután ugye említettem, hogy ezek időben Eltérően szólalnak meg például egy pergőhöz közelrakott mikrofon az baromi korán fogja hallani a pergőt, ami a tamra van akasztva, fél méterrel odébb, meg fél méterrel odébbról fogja a pergőt hallani egy nagyon kicsivel később. Tehát elcsúszik a két sávon lévő jel egymáshoz képest, és ez a pici különbség, ahogy ők egymáshoz képest megszólalnak, elképzelhető, hogy olyan kioltást okoznak a hangképben, ami miatt eltűnik a pergőnek a teste. És mi a megoldás? Nyilván bele lehet mászni, és el lehet kezdeni vizuálisan nézegetni a görbéket, hogy minden úgy találkozzon, és tökéletesen passzoljanak egymáshoz. De azért tessék egy kicsit utána járni, számtalan nagyon jó szoftver létezik már, ami a soksávos dobfelvételek fázis problémáit hivatott megoldani nagyon egyszerűen mintavételezés alapján végighallgat mondjuk egy 20 másodpercet abból a adott dob szekcióból, és az egyes mikrofonokat időben elkezdi tologatni egy kicsit, és fázis megoldja, hogy, a, hogy, az összes mikrofon jó időben és jó fázissal találkozzon. Nyilván ki kell tűzni a célt, az a cél, hogy mondjuk a pergő legvastagabban szólaljon meg, bármennyire is hallja a lábcint mikrofon, vagy, a, vagy az overhead a pergőt. Az a lényeg, hogy a pergő vastag legyen, akkor nyilván a pergőhöz igazítom az összes többi mikrofont. A lényeg a lényeg, nekem a Soundredix Auto Align nevű program vált be, én ezt használom javarészt, nyilván vannak még egyéb hasonló termékek, érdemes nézelődni a neten, de legyen az két mikrofonos akusztikus gitár, négy mikrofonos elektromos gitár felvétel, vagy az említett 8, 10, 20, 30 mikrofonos dobfelvétel, ezzel a programmal egész egyszerűen, mindenféle kísérletezést félretéve, nagyon egyszerűen meg fogjátok tudni találni a, a megoldást ezekre a problémákra. Gitárnál double tracking vagy csak egy sáv? Hát azt gondolom, hogy a double tracking, hogyha rock zenéről beszélünk, vagyis az, hogy duplán veszük fel a, a rock-gitár riffet, az nem csak azért nagyon jó megoldás, mert minél többször veszed fel annál vastagabban szólal meg. Ugye a külföldi rock felvételeken nem egyszer lehet látni, hogyha hozzájut az ember az ilyen sokságos felvételekhez, hogy nem csak egy left-right, hanem van, hogy három balra, három jobbra, tehát egyszerre hat gitár szólal meg, és különböző gitárra, különböző erősítővel, kvázi egy ilyen gitárfal szendvicset kapunk a végén, és az az egy darab gitárif azért szól olyan húsosan, mert nem egy darab gitár játsza azt a dolgot. Szerintem a kérdés arra vonatkozik, hogyha egy gitárra, egy gitár erősítőre rábígyeztek két-három mikrofont, akkor el tudom-e érni egy gitár felvétellel azt a vastagságot, ahogy megszólal mondjuk az, a három mikrofonos egy gitárral szembe, a három, négy, öt, hat, hét, nyolc darab gitár feljátszás. És hát az a poén ebben, hogy a, a duplázott gitárok vagy a négyszerezett gitárok pontosan ugyanúgy működnek, mint a vokál. hogy Nem attól lesz vastag egy vokál szólam, hogy, hogy mennyire hangos vagy, mennyire dús, hanem az, hogy négyszer felénekled, akkor egy nagyon picit négyféleképpen fogod énekelni. És attól, hogy vannak intonálásban, timingban különbségek, attól olyan, mintha négy ember énekelné, és attól válik az a kórusosság, attól akkor jön létre az a kórusosság. Úgyhogy én, hogyha választani kell, mindenképpen vagy a duplázott gitárt, de inkább a négyszerezett gitárt választanám. És végezetül van még egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mi az az egyetlen dolog, amit soha nem cserélnél le a stúdióban? E, visszatérnék a videó legelejére. Én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos megértenetek, hogy amíg nem a valóságot halljátok, addig fogalmatok sincs, hogy mit csináltok. És ez most nagyon szigorúan hangzik, de higgyétek el nekem, hogy minden berendezésnél többet ér az, hogy kialakítsd azt a lehallgatást. Legyen az egy embertelen jó fejhallgató, legyen az egy nagyon jó hangfal, egy nagyon jó akusztikában. Amíg sötétben tapogatózol, addig fogalma sincs, mit csinálsz. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy még mielőtt a legújabb laginra költenétek, a, a legújabb nem tudom, milyen instrumentet vennétek meg, vagy elkezdenétek megtanulni, hogy hogy kell keverni és hogy kell megoldani azt a kúval, hogy akármi, értsétek meg, hogy az a leges, 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 legfontosabb, hogy amit hallotok, a fejhallgatóból vagy a hangfalból, az a valóságot adja vissza. Tehát elsődleges lépés, és mi az az egyetlen dolog, amit soha nem cserélnék le? Hát a hangfalaimat ebben a stúdióban. Úgyhogy tegyetek ti is így. Szevasztok!